Igen. Az anyád isteni. Gyere vissza, de ott megy fel, úgyhogy... Itt szokott felmenni, itt a lónak felül. Oda, itt a lére, most jön. Macska is benn van, nem baj? Ugye, most van, nyomjad, nyomjad. Nyomod? Figyelj, hogy majd bevisszük, nyomjad. Igen, sóhajtozik, de patkán. Az már nem sóhajtozik, annak már annyi. Most vagy úgy szokta, ha be tudja így, vagy rakja, bebújik és kihajt. Behúl a tartson, mert be fogja vinni a túlba, figyelj, bemegy. És tudom, hogy ki jön érte. Kihajol. Figyeld ezt. Nyomjad. Nyomom, nem kell nyomni, mert veszi föl, ne dumáljál. És ez benne lesz a szöveged. Nem jó, ennél jobb nem lehetett volna. Most megcsinálta, hogy ezen is lehetett. Igen. Ennél többet nyomja. Cicókám, neked nem jutott semmi. Ő is megesze, úgy szokott kapni, hogy itt szereti a patkányt. Kinézett, azt mondja, minden rendben. Kicsit messzebbőne. Most lemegy, ezt tartom fogja a macskát. Fölnyelje még, látod? Kíváncsi vagyok, mert épp találkoztak, szerintem lehet, hogy belearadt volna. Macskába figyeld! Kicsi korukban játszottak együtt, de ez már rég volt. Én ide nem engedtem be a macskát. De ott is utáltam, amikor jót is bevihetett. A bőrény, akkor féltett a lábát tőle. Na, a macska. Mi uratta meg? Ha persze, hát a macska az nem tud vele. Na mi van, erre fáradtál, Dagi? Ez nem volt pedig olyan, mi lenne, lenne még 10 patkány. Meg is fogja még enni? Vagy holnap már reggel. Reggel? Te az egészet megeszi? Megeszi az egészet? Persze. Hát látjuk, hogy miért szépen van. Most macskát nem lett észre. Macsak nagyon nézni. De le onnan, hagyd találjon az a barátod. Na, de ki nem halad, csak véres. Hol a cica? Hol a cica, te kis butus? Leboxolja a macskát. Véged lesz, mi az nem jó vadászgó?